Az elnöki nyaklánc átadásával hivatalosan is új vezetője van a Szekszárdi Rotary Klubnak. Kiszler Gyula 2 éven keresztül vezette a jótékonysági akcióiról ismert közösséget. Ez ritkaságnak számít, a Rotary Klubban ugyanis a hagyományok szerint évente váltják egymást az elnökök. A most záruló 2 éves ciklusra azért volt lehetőség, mert több elhúzódó nagy projektje is volt a Szekszárdi Rotarynak. Úgy gondoltuk, hogy ezt az áthúzódó projektet egy ember jó lenne, hogyha vinné tovább, valamint a várossal való olyan kapcsolatom, ami kialakult, valóban úgy mondta a többi rotaritak, jó lenne, hogyha én tovább vinném ezt a rotarit egy évig. Béres Vilmos, a Rotary új elnöke azt mondja, a már meglévő programjaikat mindenképpen folytatni akarja. Így például idén írnak ki pályázatot rászoruló szekszárdi diákoknak, szerveznek tábort, jótékonysági estet és a szekszárdi gyermekotthont is támogatni fogják. Emellett 2020 fő célja, hogy fiatalokat vonzanak be a Rotary klubba. Meg kell nyerni a felnőtt klubba is olyan sikeres, arra érdemes vállalkozókat, akik látnak ebben az eszménységben fantáziát, és akik kapcsolódnak ahhoz, hogy azokban a közjóért végzett feladatokban ők is részt vegyenek, amelyeket eddig végeztünk, illetve a jövőben végezni tudunk. Ez az egyik. A másik az abszolút fiataloknak a megnyerése. Ehhez pedig a tervek szerint a Rotary tagjai középiskolákban is toboroznak majd önkénteskedni akaró fiatalokat.